Hát sziasztok srácok, én Sajt32vek és köszöntelek titeket ebben a mai videóban, visszatértve egy újabb videóval, amiben van facecam is. Yay! Nem olyan a haja, mint szokott lenni, de most az a legkevesebb, hiszen most nem olyan a haja, milyen szokott lenni. Ellenben srácok, ebben a videóban egy új játékkal fogunk játszani, hiszen nagyon-nagyon király megkeresett engem a Wargaming, hogy próbáljam ki ezt a játékot, és mentem valljuk be egy darab kör, és már is megnyertem, hogyha minden igaz, bevágok nektek majd jeleneteket. Ellenben srácok, képzeljétek el, nagyon-nagyon király hírem van számotokra. Ellenben képzeljétek el srácok, hogy lesz a leírásban egy link, amivel tudtok regisztrálni ezre a játékra, a World of Warship. És képzeljétek el, hogyha beregisztráltok legelsőként, prémiumot kaptok tőlem. 500 ilyen double, vagy nem is tudom, hogy kell kiejteni ezt a pénzecskét, amiben látjátok, nekem van 239 000, és van 54 millió ilyen exchange kreditem, ami vajuk az, vajuk be srácok, úgyhogy egy kört mentem, de ez nem azért van, hiszen ennyire király vagyok. Szóval, hogyha srácok a leírás legelső sorában, vagy a leírás legelső sorai között találtok egy linket, ami ott lesz, egy kódot be kell, egy invite kódot írjatok, hogy ezzel meg tudjátok kapni a nagyon menő cuccokat. Van srácok, ott lesz egy invite kód a leírás legelső sorában, plusz egy regisztrációs cucc, beregisztráltok, benyomjátok az invite kódot, srácok, akkor nem más kaptok, mint most el is mondom pontosan, egy szovjet prémium tankot, ami tökéletes tankot, hajót, ezen kívül 7 prémium napot, és 500 ezt a double rune, szóval nagyon-nagyon megéri, srácok, próbáljátok ki, nekem úgy tetszik a játék, ellenbe most már menjünk a csatatérre. Ezt a játékot még csak most töltöttem le, nézzük is meg, van ilyen, van még egy hajó, ó, azt ennek milyen király textúrája van, van egy ubikáze, van egy kamikáze, ez milyen hosszú, srácok, léteztek ekkora, tankok. Hát ezt nem hiszem el. Itt is hasonlóan lehet fejleszteni a dolgokat, mint a World of Tanks-ban. Látjátok, vannak régiók, Japán, USA, van a szovjetek, Germán, vagy hát most már Oroszország, Németország, UK, stb. Stb. Úgy tűnik, hogy nekem megvan ugye az összes hajom, szóval itt nekem már nem igazán kell vásárolnom. Szóval srácok, kezdjük a leges legbénább kis tankocskánkkal, ami valószínűleg nem a leges legbénább, eleme még csak tier 1-es, és így a videóban megpróbálom kipróbálni egy ilyen 6-os tierű ilyen hajókát, ami nagyon durván néz ki, na de csöppenjünk bele a világba. Tűnik, itt a hányadik, 2, 4, 6, 8v8-at fogunk játszani, és ugye itt van nekünk a pálya, fölülről meg tudjuk nézni, az ellenség bázisa itt van, mi meg itt kezdünk, reméljük azt, hogy nem fogunk titanikosat játszani és nekihajtani a jéghegynek, hiszen az egy elképesztő nagy katasztrófa volt sajnos, gondolom mindannyian hallottatok régebben róla, hiszen film is készült róla, meg stb. Stb. Nézzük is meg, 5150 HP-n van, itt is hasonlóan kell lőni, mint a World of Tanks-ben, amúgy nekem nagyon-nagyon tetszik, az irányítás marha jó ebben a játékban, érződik, hogy egy óriási hajót irányítasz, figyeljétek, füstöl az egész. Ha, megszólítottak a japánok, srácok, hát nem hiszem el, és így tudunk célozni, be tudunk zoomolni, és ő itt velünk van, látjátok? Szerintem szovjet hajóval van, milyen lapos, az simán befolyik a víz egy nagyobb áradásba, de nézzétek meg, a víz is borzasztó jól néz ki. Picikét bujkálok inkább az ilyen játékokba, szóval nem az vagyok, nem az az ember vagyok, aki megy, és akkor így berásson, rögtön megkerüli az enemit, hanem simán megyünk, tudom, úgy lövök egyet, nem hülyeség lenne lőni egyet, de csak azért megmutatom nektek, hogy milyen a lövés, annyira érződik, hogy van ereje, figyeljtek! És puff, felrobban a félsziget. Nagyon király szerintem, srácok, ez a játék. Nekem elképesztő. Ott van 10 kilométerre van tőlünk egy hajó. Aha, ott van 8 kilométer. Ajajaj! Szerintem minket, nem, ő célozza, ajajaj. Már is a csata közepébe keveredtünk, amit én el szerettem volna kerülni. Nem hord el odáig, a detektálva vagyunk, ami eléggé rosszat jelent. Megpróbálom ellőni őt. Ajajajajajaj, úgy érzem, hogy ez a csapattársunk nem fog olyan sokáig húzni. Hol van a többi társunk? Mindenki a bal feléről támadja itt a világot? Hát, az a gond. Jó, oké, és most? Szerintem most el fogom találni. Ebben minket is. Jó, minket nem találtak el. Eltaláltak, 900-at sebeztünk rá. Az nagyon-nagyon király. Az a gond, becsúszunk a jéghegy fölé. Most nem találtam el. Lőjünk rá még egyet, utána vissza kéne tolatnom. Mindjárt meghal. Srácok. És sikerült. Lőjük meg, ez meg lesz. GeForce ready. Oké, és kösz. Hogy lövök el felette? Közben lecélzok.
volt, ezt nem hiszem el. Most eltáltam. Felgyújtottam a hajót. Kiírt a jobb oldalra, hogy set on fire. Egyben egy felgyújtottam, srácok, ami azt jelenti, hogy szerintem most már lassabban fog haladni, és meg is el is pusztult szegény hajó. Ellenbe szerintem most már hamarosan minket is ki fognak lőni, ami azt mondom, hogy nem egy jó dolog. Most is ellövöm. Még ezt most el kell, hogy találjam. Easy. Oké, és ez is megvan. Lehet nem én öltem meg, de segítettem. Már csak ő él egyedül. Full-full körbe vettük, srácok. Jó. Megvan. Megint kigyújtottam. Még egyet. Találd el, léci. És megvan. Srácok, megnyertük az első körünket. Srácok, minket egy perc alatt ki fognak csinálni ilyen hajók között. Nem baj. Muszáj kipróbáljuk. Mondjátok be, hogy ez mekkora, hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy milyen is lesz valójában. Ha jól látom, mi egy ilyen cruiserek vagyunk, nem destroyer, aircraft carriers, battleship, hanem ilyen cruiserek vagyunk, ezt nem tudom pontosan még, hogy mit jelent, de majd most kiderül. Trident, megint egy új pálya, start battle, lacewall. Azta, ez mekkora hajó, és szerintem ez a egyik legfullosabb hajó. 27.500 élete van. Az előzőnek 5.250 volt a jót, és ennek 27.000. Ez mennyiket fog sebezni, hogyha eltaláljuk? És ez is 8v8. Azta, és itt nem csak egy, hanem kétféle lövegünk van, hogyha jól látom. Induljunk meg. Hát nem egy olyan gyors, azt kell, hogy mondjam, nagyon lassú. Fú, azt tudod, ez nagyon lassú, srácok. Gyorsultunk, úgy tűnik, hogy csak hogy füstöl a kéményünk, figyeljetek, nyomatjuk. Már ez nem annyira környezet kímél, az, hogy a... Na, jej, de attól muszáj lesz. Hol vannak az enemik? Még egy darabot se tudtunk leszpotolni, plusz a csapattársaink se. Nézzük is meg, bejövünk ide, hát nem látszódnak még annyira. Szerintem ez a... Úristennek is milyen menő hajói vannak, srácok, itt mindenki ilyenkor szerintem ilyen óriás tierekkel vannak, hiszen az hülyeség lenne. Most gondoltok bele, egy egyes tiert kb. Egy lövéssel ki tudnánk lőni, az nagyon-nagyon vicces lenne. Spotoltak egy hajót, egy nagy hajót spotoltak 10 kilométerre, hát nem is olyan nagy, ez inkább mozgalmas. Én azt mondom nektek azt, hogy próbáljuk meg rálőni, puff! Hát közelébe nem lesz szerintem ez a lövés, de ha ezt eltalálom, srácok. Egy méter kellett volna, hogy eltaláljam. Aszta! És ezt miket tudom? Most kipróbál ezt a kettes lőszert is. 1, 2, 3, 4, 5, 7-et lő egyszerre. 7 lőszert lő egyszerre. Aszta! Most gyorsan betöltjük, srácok. 5 másodperc, mire betölt. Ajaj, minket lőnek. Tűzön vagyok. Ami szerintem nem jelenti azt, hogy olyan nagyon sikeres lesz ez a körünk ezzel a TNS tankkal, de akkor is meglövöm, és a tankkal hajóval, még egyszer muszáj, hogy szétlőjelek, föláldozom, srácok, de 3000-et simán hiteltem rá, neki fogunk menni, vagy nem tudom, mi történik. Azta! Mik történnek, srácok, itt a csatavezőn, én meg égek, ezt el lehet oltani az R-betűvel, jó, el tudtam oltani, de egy kicsit későn sajnos. Ott van, megvan, hát nem rám pályázik a srác, gyorsan elérünk egy picikét. Úristen, ez nagyon menő ez a tank. Ez nagyon menő, pont a vízben, meg kell most odalőni, attól függ milyen gyorsan halad. Áj, elkanyarodott, ezt nem hiszem el. Amúgy ez nagyon kire, hogy ki kell számolni az esését, eleve balról lőnek. Mi a, öcsém, hát srácok, ez gond. Ezt úgy nevezem, hogy gond. Eltáltam, ezreket rásöveztem. De, ajjaj, megint tüzön vagyok, mindjárt el fogok égni. Mi ez a hármas? Gyorsan benyomom a hármast. Aj, hát ez nem igazán jött össze. De, meg fogok semmisülni, srácok. Csapattársaim, segítsetek. Közöm sincs az, hogy most mit választottam, hiszen ilyennel még nem játszottam. Itt vannak nekem a hajók. Itt lehet küldenem magát a, vagy hát is hát a repülők, most keverem a szavakat ebben a videóban, ez elnézést kérek. Úgy tűnik ez olyan, mintha egy artillery lennék a World of Tanks-be. Azta, itt most mit kell csinálni, ezt kipróbálom, ráküldök ide valamit, kattingatok amoda. Srácok, ti ezt tudjátok, hogy itt most mit kell csinálni? Hát tovább, ez az. Úgy tűnik azt, hogy eltaláltuk ellenbe az anyahajónknak, egy kicsi baja van. Meg kéne azt csinálni, hogy ide a közelbe ne jöjjön, ajjajjaj. Azta! Srácok,
Kigyullasztottam ezt a hajót a repülőimmel. Zsír, ügyesek vagytok, ügyesek vagytok. Erre tanítottalak én titeket, jók vagytok. Most a kettes és a hármas osztagokat is ide irányítom, srácok, mindketten jönnek, látjátok mindjárt. Ajajaj, szerintem lőnek minket, az gond. Az bizony gond. Na de mindegy, légy szíves, tölts be, már csak 9 másodperc van, lőnek minket, mint az állat a kis ágyúk. Kérlek, 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 csináljatok valamit. Lőjétek őket, tölts be. Jó, meg is lesz. Négyes csapatunk gyorsan lő. Ó, ez az végre. Végre támadnak, az a gond, amire kilövik őket. Ajjajjajjajjaj. Jó, hallunk, tudjuk tartani a tempót, 2,9 kilométerre vagyunk. Hát ez nagy csata lesz szerintem, ilyen tankokkal, vagyis hát hajókkal, melyet tankokat mondok? Semmi közepén. Ez most komoly? Ha itt kilőnek, hát én megőrülök, srácok, az nagyon-nagyon vicces lesz, hogyha egy lövésre innen kilőnek. És ott jön a golyó! Ez most komoly, ránk jön? 16, meg 14 kilométerre lövő ember mi... Minket akar el... Azta! Hát ez majdnem minket talált el! Ajjajjaj! Hát nagyon nem jó helyen vagyok, hárman akarnak engem lőni! Ajjaj! Ott jön a golyó! Hát ez gond! Srácok! Óriási gond, ez a végén ilyen fél lesz! Nem, mert vicces, ez a fél csapat engem támad! Most miért? Mit tettem én nektek? Hát nem hiszem, fele van a hajómnak! ez nagyon vicces, srácok. Én itt leghátul vagyok, figyeljétek. Itt szórakoztam, bár ők az ugye mások. Itt szórakoztam, azt engem lőtt mindenki. Még ezek is. Hát most komoly, egy másodpercig fogom túlélni ezt a kört. Amúgy, hogyha tűz van egy hajón, miért nem lapátolunk vödörre, a vízből, a tűzre? Ez az én kérdésem, na de mindegy. Akkor is legalább egyet hagyd lőjek! Srácok, legyen meg az az öröm, hogy egyet lőhessek, mielőtt kilőttök. Kérlek! Légy szíves! Légy szíves. Bízok benned! Legalább találjam el! És el is találtam, és ki is gyújtottam! Ennyi kellett, srácok, hogy egyet lövök, és ki is tudom gyújt... Ez a videó annyi lenne, hogyha tetszett, nyomjatok egy hatalmas egy lájkot és iratkozzatok fel. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a feliratkozásokat, és hogyha megtetszett a játék és regisztráltok, akkor ott van a leírásban a link, és hogyha aktiváljátok az én kis saját kódomat, ami ott lesz nem messze a leírás, szerintem második sorában vagy a legelsőben, akkor mint mondtam, tudtok kapni 500 ilyen doubloont, 7 premium napot és egy szovjet premium shipet, egy Diana Tier 2-es. Nem tankot, lehet tankot mondtam, hajót, igen, hajót tudtok kapni, és srácok, látjátok, hogy milyen király cucc van rajtam, ilyen termékeket tudtok venni a leírás legelső sorában, hogy még az utcán is elképesztően menők legyetek. Na de ez a videó ennyi lenne, a következőben tali, legyetek jók, hello ho ho.